A Pannon Televízió félhatos híradóját látják, következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Szerződéseket írtak alá Zomborban a Pályázók a Prosperitáti Alapítvánnyal. Új határátkelő hely nyílt ma Szerbia és Magyarország között. Március 31-ig lehet beíratni Szerbiában a gyerekeket az általános iskola első osztályába. Tavaszi virágpiac Óbecsén. . 197 közepes vállalkozó és termelő írt alá a támogatói szerződést a Prosperitáti Alapítvánnyal ünnepélyes keretek között a Zombori megyeházán. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Pásztor István a VMS elnöke is. Nagy teljesítményű kombájn vásárlására pályázott a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó doroszlói hektármezőgazdasági vállalat. A fejlesztésnek köszönve az eddigi 5 állandó dolgozójuk számát 8-ra emelik. Önerőből, ha esetleg meg is valósítottunk volna valamit ebben a tekintetben, biztos, hogy nem ilyen kapacitású és nem ilyen, hát nem mondjam, modern felszereltségű betakarítógép kombány lett volna, hanem egy jóval szerényebb, úgyhogy hát köszönettel tartozunk az alapítványnak. 156 hektárnyi földterületet tud vásárolni 31 pályázó. Ezen kívül nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek vásárlása, farmok kialakítása, állatállomány bővítése, hűtőházak építése, technológiai innováció, telephelyek kialakítása, raktárhelyiségek, üzlethelyiségek kialakítása és kapacitás bővítés is szerepelt a nyertes projektekben. 31 földvásárlásra vonatkozik, a többi pedig mezőgazdasági és gazdasági fejlesztésekre, közepes értékű projektekre. Valamivel több az egyéni vállalkozók és vállalkozások projektje, közel 90 és 77 a bejegyzett mezőgazdálkodóknak a projektje. Itt a támogatási értéke az mint egy 1,6 milliárd dinár, ami az egész projektnek nagyjából az egyharmad értéke. Pásztor István, a VMS elnöke kiemelte, a nagyszámú sikeres pályázat bebizonyította, hogy a vajdasági magyar közösségnek olyan vállalkozói rétege van, amely érvényesülni kíván a saját szülőföldjén, és saját elképzelései vannak ennek megvalósítására. A pályázatok pedig találkoztak a vállalkozók elképzeléseivel. Látszólag az, amit most már több mint 2 éve csinálunk, ez egy gazdaságfejlesztési program. Látszólag, mert alapjába véve ez egy közösségfejlesztés. Mi azért támogatjuk az önök elképzeléseit, hogy önök erősebbek legyenek, hogy mélyebbre engedjük a gyökereinket, hogy modernizálják a saját termelésüket, hogy erőforrásoknak a birtokába kerüljenek, hogy megerősítsük a vajdasági magyar közösséget. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy itt nem csak önök lettek sikeresek ezzel a pályázattal, hanem a pályázaton keresztül több mint 600 munkahely létrehozását segítettük elő, vagy valósítjuk meg. 197 közepes méretű vállalkozó és termelő nyert támogatást. A beruházások 604 család boldogulását segítik Vajdaságban. Ma Magyarországon nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni akar. De az, hogy Magyarország így megerősödött gazdaságilag, mi azt szeretnénk, hogy ez nem csak az anyaországi magyarok számára jelentene jó hírt, hanem a határainkon túlélő magyarok számára is érezhető lenne. És mi a gazdaságfejlesztési programot tekintjük annak a hídnak, amely megteremti azt a lehetőséget, hogy az anyaország erősödéséből a határon túlélő magyarok is meg tudjanak erősödni és profitálni tudjanak. A Prosperitáti Alapítvány legújabb 8 pályázati körére a mai naptól adhatják át projektjeiket a pályázók az alapítvány irodáiban. Bilaterális tárgyalást folytatott a Bács-Szentgyörgy és Haraszti közötti határátkelőhely átadója előtt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Ivica Dačić szerb külügyminiszter. A találkozón a kétoldalú együttműködés fejlesztésének lehetséges irányait vitatták meg a felek. Mindkét fél arra a következtetésre jutott, hogy az új határátkelőhely megnyitása hozzájárul a szerb és a magyar gazdaság, valamint a két ország lakosai közötti kapcsolat fejlődéséhez.
A találkozóra Magyarországon a Garai Művelődési Házban került sor. A kétoldalú találkozón jelen volt Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, Kern Imre, a szerb építésügyi infrastruktúra fejlesztési államtitkár, Babit János, Magyarország szabadkai főkonzulja és Zsigó Róbert, Magyarország földművelésügyi minisztériumának államtitkára is. Új határátkelő hely nyílt ma Szerbia és Magyarország között. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Ivica Dačić szerb külügyminiszter közösen nyitotta meg a Bátyszentgyörgy és Haraszti közötti határátkelő helyet. Közösen vágta át a két ország zászlajának színeiből álló szallagot a Haraszti és a Bátyszentgyörgy közötti új határátkelő helyen Szijjártó Péter és Ivica Dačić. A szerb külügyminiszter a megnyitón Szerbia őszinte barátjának nevezte Magyarországot, a magyar kormányt és annak tagjait is. Najveći Srbin u ovom trenutku u međunarodnim odnosima je Peter Szijjártó. Jer toliko glasno, snažno i hrabro i u teškim trenucima brani Srbiju, jer možda i drugi tako misle, ali to treba i da se kaže. Mađarska vlada, premijer Orban i ministar Szijjártó su zaista dokazani prijatelji Srbije. A nyugat-bácskai Haraszti és Bátyszentgyörgy között kedden megnyitott határátkelő Szerbia és Magyarország között a 8. határátjáró, amely reggel 7 és este 7 óra között fogadja az arra utazókat. A két ország közötti baráti viszony a gazdasági mutatókon is meglátszik az illetékesek szerint. A Magyarország és Szerbia közötti árucsere forgalom összértéke 2017-ben meghaladta a 2,5 milliárd eurót. Ehhez pedig mindkét oldalon komoly erőfeszítéseket kellett tenni, mondta az ünnepélyes átadón Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. Komoly kompromisszumokat kellett vállalni, komoly politikai kockázatokat kellett vállalni, azonban mégiscsak a két kormány azt a józan észen alapuló belátást tette meg, hogy sokkal jobb jóban lenni, mint rosszban. Sokkal jobb, hogyha közös sikertörténeteink vannak, mint hogyha a veszekedésre fecséreljük az erőnket. És ez a közös sikertörténet ma tovább íródik egy újabb határátkelőhelynek a megnyitásával. A tervek szerint a közeljövőben Szerbia és Magyarország között a 9. határátkelőt is megnyitják. A Rábé és Kübekháza közötti átjáró építkezési munkálatait még az idén megkezdik. A nemzeti közösségeket ott kell megerősíteni, ahol élnek, annak érdekében, hogy ne jelentsen hátrányt magyarnak lenni. Ez a magyar kormány alapfilozófiája. Az erős magyar nemzeti közösség egyik alapfeltétele egy szilárd gazdasági alap, nyilatkozta Szijjártó Péter a Pannon RTV Szubjektív című műsorában. A magyar külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a 2016-ban indított vajdasági gazdaságfejlesztési stratégia egy komoly anyagi háttérrel segíti ezeknek a céloknak a megvalósítását. 6488 kisléptékű pályázati győztes hirdettünk, tehát 6488 magyar számára tettük lehetővé, hogy a mezőgazdaság, a turizmus vagy a vállalkozásfejlesztés területén szerezzen be valamilyen eszközt és hajtson végre fejlesztést, és emellett 23 nagy beruházást is támogattunk, amelyek nyomán 700 új munkahely jött létre. Több száz kis magyar cég beszállítóként fejlődhet, és mintegy 4000 családi vállalkozástól vásárolnak mezőgazdasági alapanyagokat. A magyar külgazdasági és külügyminiszterrel készült teljes interjút 7:30-tól láthatják a Szubjektívben. Május 31-ig lehet beíratni Szerbiában a gyerekeket az általános iskola első osztályába. 100 000 dinárra büntetik azokat a szülőket, akik ezt elmulasztják. A várakozások szerint szeptember 1-től több mint 65 000 kisdiák kezdi meg iskolai tanulmányait. Idén azok a gyerekek indulhatnak iskolába, akik 2011-ben, illetve 2012. február 29-ig bezárólag születtek.
Jelentősen magasabb büntetéseket szabnak ki a mai naptól Szerbiában a közlekedési törvény módosítása értelmében a szabálytalankodókra. Azok az autóvezetők számíthatnak a legszigorúbb büntetésekre, akiket ittas vezetésen érnek, vagy megsértik a sebességkorlátozást. A megengedett véralkohol szintet 0,3-ról 0,2 ezrelékre csökkentették. Egyes kihágások büntetésének összege 5000 dinárról 10000 dinárra növekedett. Fokozottan ellenőrzik ezután, hogy a hátsó ülésen utazók biztonsági övei is be legyenek kapcsolva, valamint a motorosokra is nagyobb pénzbírságot szabnak ki, ha sisak nélkül közlekednek. Ezentúl nem lehet Szerbiába behozni azokat a gépjárműveket, amelyeket Németországban újrahasznosításra szánnak. Ezek a járművek függetlenül a motor környezetvédelmi szabványától eddig probléma nélkül megérkeztek a szerbiai utakra, viszont többé nem lehet elvámoltatni és behozni őket Szerbiába. Az illetékesek elmondták, az év eleje óta március 1-jéig 19.027 használt járművet hoztak be, és emellett mindössze 3.364 új autót adtak el. €5 millió euróval támogatja a boszniai szerb köztársaság községeit a szerb kormány, mondta Alekszandar Vučić szerb államfő, miután Milorad Dodikkal, a boszniai szerb köztársaság elnökével tárgyalt Belgrádban. A találkozót követő sajtótájékoztatón Ana Brnabić szerb és Željko Cvijanović boszniai szerb kormányfő is részt vett. Koszovói kérdésekről is szó esett. U svakom slučaju nama ostaje da štitimo svoju zemlju, da je čuvamo, da je volimo, da je branimo od svakoga, i to je ono što radimo. Ja ne mogu u ovom trenutku da vam odgovorim, jer ću imati, možda me niste dovoljno razumeli, imat ćemo vjerovatno neki od najvažnijih razgovora tamo između 10. 11. i 20. aprila, najvažnije koje za nas možete da zamislite u Evropi i svetu. Još ne mogu o tome javno da govorim i tu ćemo razgovarati sasvim sigurno o Kosovu i ne očekujem. Radujem se svakom susretu, svakom razgovoru, ali ne očekujem preterano dobre vesti za našu zemlju. Alekszandar Vučić köszönetet mondott Burundinak, amiért visszavonták Koszovó függetlenségének elismerését. A szerb államfő a burundi külügyi és nemzetközi együttműködéssel megbízott minisztert fogadta Belgrádban. Vučić egyúttal köszönőlevelet küldött Burundi elnökének, valamint meghívta a kelet-afrikai államfőt Szerbiába, hogy együtt építsék az országközi együttműködést, egyebek között a kereskedelem, a bányászat, az oktatás, a sport és a kultúra terén. Burundi elnökének magyarázatára szerint azért mondták vissza Koszovó függetlenségének elismerését, mert figyelmesebben átgondolták a körülményeket, köztük az ENSZ nemzetközi jogi aktusait, valamint a Bujumbura és Belgrád között fennálló régi barátságot. Hozzátette, a továbbiakban is támogatják Szerbiát. Spanyolország soha nem ismeri el Koszovó függetlenségét, jelentette ki a spanyol igazságügyi miniszter, miután Nela Kuburovicjal tárgyalt. A szerb igazságügyi miniszter ugyanakkor a két fél tárgyalásán biztosította spanyol hivatali kollégáját arról, hogy Szerbia kiáll Spanyolország területi integritásának fenntartása mellett. Mint fogalmazott, a spanyolok is hasonló helyzetben vannak jelenleg Katalónia kapcsán, mint Szerbia, áll a szerb igazságügyi minisztérium közleményében. Éjfélkor zárul az európai kisebbségvédelemmel kapcsolatos aláírásgyűjtés. Habár a szignuk száma már meghaladta az EU által megkövetelt 1 milliót, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója arra buzdít, hogy a határidőig még aláírhatják a kezdeményezést a jogaink.eu honlapon. A kezdeményezés honlapján feltüntetett adatok szerint Magyarországon gyűlt össze a legtöbb aláírás, itt 565.667-en támogatták a kezdeményezést.
Donald Trump amerikai elnök nemrég találkozóra hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, erősítette meg a Fehér Ház szóvivője. Az elnök egy Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés során hívta őt meg kétoldalú találkozóra. Az esetleges találkozó időpontjáról és helyszínéről a szóvivő nem adott tájékoztatást. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója hétfőn Moszkvában azt mondta, az amerikai és az orosz elnök még az orosz diplomaták amerikai kiutasítása előtt, március 20-án beszélt egymással. Jurij Uszakov kifejtette azt is, hogy reméli Washington nem tagadja majd meg a csúcs találkozóra vonatkozó elnöki javaslatot. Vlagyimir Putyin orosz elnök ma Ankarába látogatott, ahol találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A megbeszélések egyik fő témája az orosz S-400-as légvédelmi rakétarendszer Törökországnak történő eladása, amely miatt Törökországot szankcióval fenyegeti Washington. Korábban jelent meg a hír, hogy az Egyesült Államok megtagadja Ankarától az F-35-ös harci repülőgépek értékesítését, ha a törökök megvásárolják az orosz S-400-as rendszert. Ankara világosra tette, hogy nem áll el a Moszkvával való üzleteléstől. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Nyers olajjal szennyezett területet tekintett meg Magyar Kanizsa polgármestere. A meteorológusok szerint szerdán napos időre számíthatunk. A Bicskei tanyára látogatott ma Fejsz Támer Róbert Magyar Kanizsa polgármestere. Ezen a helyen március 12-én nagyobb mennyiségű frissen kiaknázott nyers olaj öntötte el az egyik olajkút körüli szántóföldet, károkat és környezetszennyezést okozva. A tartományi szervek több mérést is végeztek a helyszínen, a helyzet azonban egyelőre még nem rendeződött. A frissen kiaknázott nyersolaj még március 12-én öntötte el Bicskei Péter szántóföldjét. Azóta sem történt semmi változás, kártérítést nem kapott. A nyers kőolaj még mindig ellepi a szántóföldet, az olajkút viszont azóta már nem működik. Mi nekünk nincs nyugtunk. Erő 50 méterre a kút, Amaru 80 méterre a kút, ez zörög, csattog, mindig mind a... Na most a jelenleg ez áll, hogy most miért, állítólag be van dugulva, cső nem néna. Nem bírják hordani, meg nem merik már most tovább, mert ugye elég nagy kárt csináltak itt, kieresztették, mit tudom én, a zűhibájuk, bú, hogy nem vigyáztak rá. A baleset után a környékbeli lakosok rögtön értesítették az önkormányzatot, akik az esetet jelentették a tartományi szerveknek, akik több felmérést is végeztek a helyszínen. Fejsz Támer Róbert, magyar kanizsai polgármester ellátogatott a helyszínre. Március 16-án kértük föl a tartományi szerveket, hogy csináljanak egy talajanalízist és egy vízanalízist, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy meddig is szivárgott le az a kőolaj, ami kiömlött a szántóföldre. A vízanalízis már megérkezett, és ott kimutatták, hogy szerencsére az ivóvizet nem mérgezte és nem károsította az a kőolaj, ami kiömlött a kútból. Azonban a földanalízis kapcsán még nem érkeztek meg az eredmények, így nem tudunk semmi biztosat mondani. Az szabad szemmel is látszódik, hogy a kőolaj még mindig fönt van a földnek a felszínén, és valójában nem sikerült a NISZ munkatársainak teljes mértékben szanálni ezt a kárt. Bicskei Péter a környezetszennyezés mértéke miatt az idei évben biztosan nem tudja használni az olajkút melletti szántóföldjét, így csak a kártérítésben bízhat. Tegnap kezdődött és holnapig tart Óbecsén a tavaszi virágpiac. A buszállomás utcájában felsorakozott virágárusok és kézművesek portékái közül ezúttal is muskátliból fogyott a legtöbb. Színpompás muskátlik, vidám árvácskák, illatos szegfűk, elegáns hortenziák, egynyáriak, évelők és örökzöldek. Mindenki kedvére válogathat az óbecsei virágpiacon. Minden tavasszal megjelenek itt, általában veszem ezeket a mindenféle cserepes virágokat, hogy egy kicsit bőjön az udvarba is a tavasz, ugye? Najvisse volim hortenzie, i stubaste rúzse. A stubastih ruža sad imam dovoljno i sad ću da uzem hortenzije i uzeo sam neke bežike ovde. Az óbecsei virágpiacon most is muskátliból fogyott a legtöbb, úgy tűnik sosem megy ki a divatból.
Elsősorban a hagyomány, és az, hogy egy gyönyörű világ. Fászárú növényekből, örökzöldekből, díszbokrokból, facsemetékből is gazdag volt a választék. Törteli László kertész szerint újabban az egzotikus és a mediterrán növények mellett az oltott díszfák iránt van nagyobb kereslet. Arra törekszenek az emberek, hogy mindig felújítsák a kiskertjüket más növényzetekkel, és ha már mást ültet bele, akkor nézi azt, hogy hát mi az, ami nem megszokott. A buszállomás utcájában található virágpiac szerdán is várja a vásárlókat Óbecsén. A Tartományi Természetvédelmi Intézet napját tartották ma Újvidéken. Az ünnepségen az intézmény a tavalyi évet meghatározó új projektek elindításáról és a nemzetközi sikerekről is beszámolt. Nagy sikerként éli meg a Tartományi Természetvédelmi Intézet, hogy herbáriumuk tavaly felkerült a nemzetközi herbáriumok listájára, és így az egész világ számára elérhető lett. De voltak kevésbé pozitív fejlemények is. Imaj drugi stvari koje su obeležile, koje možda nisu tako lepe. Jedna od tih stvari jeste da nije došlo do proglašenja novih zaštićenih područja, nema povećanje površina pod zaštitom, ali to ne ovisi o nama, to zavisi od donosioca odluke onih koji rade na donošenju novih akata o zaštiti. I manje lepa stvar, a to je da je dalje nastavljeno trovanje životinja, divljih vrsta životinja u prirodi. Az intézetnek tavaly 6 új projektet sikerült elindítania. Ezek közül 5-öt az Európai Unió, egyet pedig külön Németország támogat. To su projekti zaštite vrsta, zaštite staništa, promocije prirode, njene turističke valorizacije i u tom smislu cenimo pomoć naših partnera koji pre svega dolaze iz regiona. Dakle, kada govorimo o organizacije sa kojima sarađujemo, to su organizacije pre svega iz susednih zemalja, iz Mađarske i Hrvatske. A Tartományi Természetvédelmi Intézet munkásságát a Környezetvédelmi Minisztérium is nagyra értékeli. To je i naučna i obrazovna jedna izuzetna institucija koja je mnogo uradila za zaštitu prirode Vojvodine i mislim da oni traju već dugo, to su decenije jednog ozbiljnog rada i ono što je najvažnije, tu se osjeća jedna posvećenost, jedna ljubav prema prirodi u ovom domu. A Tartományi Természetvédelmi Intézet többek között a tavalyi év egyik legnagyobb sikereként éli meg azt is, hogy a Bácskai Dunamente felkerült az UNESCO Ember és Bioszféra programjának rezervátum listájára. 3 védett nyári ludat és további 11 preparált védett faj példányát foglalták le a hatóságok Szilágyiban. Az elkobzott élő ludak a palicsi állatkertbe kerültek, ahol gondoskodnak róluk. A preparált állatok pedig a Tartományi Természetvédelmi Intézetbe kerültek. Vadmacska, vidra, kakukk, karvaj, erdei pinty, nyári lúd, denevér, fenyőrigó, erdei szalonka és menyét preparátumokat koboztak el Szilágyiban az élő nyári ludak mellett. Az illetékes feljelentést tesznek. Egyébként a nyugatbácskai Szilágyi környékén 4 év alatt több mint 30 sas pusztult el mérgezés miatt más állatok mellett. A meteorológusok szerint szerdán napos időre számíthatunk, a hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul majd. Csütörtökre csapadékos időt jósolnak a szakértők, zápor és zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet azonban nem csökken számottevően. Pénteken még számíthatunk esőre, de a hétvégére már tavaszi időjárás várható. A változékony idő és az erős széllökések fejfájást és ingerlékenységet is okozhatnak az arra érzékenyeknél. A JUECO-RTV szervezésében idén is díjazták a sportszerkesztők és sportújságírók által jelölt legsikeresebb edzőket. Főleg a szabadkai klubok trénerei részesültek elismerésben, mivel nincs olyan sport a régióban, amelynek Szabadka ne adna otthont. Az elismeréseket Daniela Pintér, a JUECO-RTV sportszerkesztője nyújtotta át a kitüntetett edzőknek. Dragan Jóvitya Galeb Taekwondo klub edzője és alapítója arról beszélt, hogy ez az elismerés nem csak megbecsülést jelent, hanem kötelesség is az elkövetkező időszakra. Jóvityot 5 év után második alkalommal tüntették ki. Ja znam šta nas čeka u narednom periodu i znam šta očekuju ljudi od mene. Mi dajemo uvek sve od sebe. Ja ne verujem da postoji trener koji ne bi volio da uvek bude prvi. To je normalno u svakom sklopu trenera, ali posao je takav da, i sport je takav da se nikad ne zna. Mi radimo najbolje što znamo i nadamo se da ćemo i dalje da osvojimo sve što smo do sada radili.
Az elért eredmények alapján a díjazottak között volt Alekszandr Veszelinovic, a Spartakusz férfi foci csapatának edzője is. Nagy meglepetés volt számára a kitüntetés. Lično za mene onako jedan veliki podstrek, podstrek za čovjek sa jednim velikim motivom nastavi da radi dalje i posao koji, ne bih rekao da je to posao nešto kad radite nešto što volite, onda ga ne doživljavate kao posao, nego neku, kao neku misiju svog života. A Jóeko RTV igazgatója Pintér József az edzők munkájának fontosságáról beszélt, és arról, hogy mennyire lényeges figyelmet szentelni nekik. Pred 20 godina na teritoriji Jugoslavije tadašnje, ne one cele malo okrenjene, a niko nikada nije dodelio priznanje sportskim edukatorima ili trenerima. Uvek su bili najbolje nagrađivani sportisti, sportisti, sportisti. Razumijem, pošto sam i sam bio sportista, shvatio sam da nikad ne bi imao rezultate da pored sebe nisam imao pravoga trenera i da su treneri ti koji u stvari prave od talenata, prave vrhunske sportiste. Az eseménynek a Szabadkai Pátria Hotel adott otthont, ahol friss koktélokkal frissülhettek fel a vendégek. Két izgalmas meccsel folytatódik ma a labdarúgó bajnokok ligája kieséses szakasza. Az olasz Juventus hazai pályán a spanyol Real Madridot fogadja. Az összecsapás igazán parázs meccsnek ígérkezik, ugyanis a két csapat akár a végső győzelemre is esélyesek között van. A másik mérkőzésen a jó formában lévő német Bayern München a Sevillával néz farkas szemet idegenben. Mindkét mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik. Holnap további két meccset rendeznek. A spanyol Barcelona és az olasz AS Róma csapnak össze, míg angol derbi is lesz, a Liverpool hazai pályán fogadja a Manchester City csapatát. És eddig tartott a híradó, a nap legfontosabb hírei jönnek még egyszer röviden. Szerződéseket írtak alá Zomborban a pályázók a Prosperitáti Alapítvánnyal. Új határátkelő hely nyílt ma Szerbia és Magyarország között. Március 31-ig lehet beíratni Szerbiában a gyerekeket az általános iskola első osztályába. Tavaszi virágpiac Óbecsén. A híradó végén köszönöm figyelmüket, ha még több friss hírre és információra várnak, akkor nézzék a pannonrtv.com-ot. Holnap a Pannon reggeliben beszélnek az éttermi trükkökről, amelyekkel több pénzt húznak ki a zsebünkből. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában pedig azzal is foglalkoznak, hogy kikötő épülhet Törökbecsén. A Pannon televízióban most következik napi hírháttérműsorunk, utána kalamár és majd a közelkében a csantavéri és a török kanizsai locsolkodás. 19:30-tól a szubjektív vendége Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A 20 órai híradót követően a forog a kamerában a könyv Születik alsó Lendván, a Lendvai TV stúdió dokumentumjátékfilmje. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is.